Nyírders egy 650 fős község Nyírbátor és az M3-as autópálya között. A jelentős forgalmú útvonal egy részén közel 4 kilométeren eddig földút volt. A Nyírgyulajhoz tartozó körülbelül 2,5 kilométeres szakaszt egy vidékfejlesztési és egy magyar falu programos pályázatnak köszönhetően sikerült leaszfaltozni. A fennmaradó útszakasz felújítása a nyírdezsi önkormányzat feladata volt. Ez egy 1,3 kilométeres útszakasz, ami durván 115 millió forintba került, és a nyírdezsi lakosoknak, de nem is a nyírdezsi lakosoknak, hanem a környéken élőknek is nagy jelentőségű beruházás, mivel az autópályát könnyebben elérjük, megyeszékhelyet és akár Nyírbátor felé sokkal könnyebb közlekedni. A 4 kilométeres földútból összesen 250 millió forintból lett teljes egészében aszfaltút. A Nyírbátorba közlekedő dolgozók és a mezőgazdasági gépek is biztonságosabban, kényelmesebben haladhatnak ezen túl. Rendkívüli jelentőséggel bír, nem csak Nyírdás, hanem Nyírgyulaj számára is összeköti a két települést, vidékfejlesztési programból került finanszírozásra. Közel 4 kilométer a két település közti útszakat két különböző forrásból kerül megfinanszírozásra. Mindkét település ugyanazért a célért dolgozva, hogy összekössen megújítja úthálózatát. Én azt gondolom, hogy jelentősen hozzájárul az itt élők életkörülményeinek javításához, lerövidülnek az utak, és valóban megkönnyíti a közlekedést. A csütörtökön átadott összekötő út nem az egyetlen jelentős fejlesztés volt a településen az elmúlt időszakban. 47 millióból megújítottuk az iskola épületét, ami most művelődési házként szolgál. Tornaszobát alakítottunk ki, az óvodába belvízelvezető rendszert korszerűsítettünk, megújult mintegy 200 millió forintból a nyírdezsi bekötő út, és energetikai fejlesztések történtek, orvosi rendelőt hőszigeteltük, polgármesteri hivatalt, orvosi eszközöket szereztünk be. Simon Miklós hozzátette, a tornaszoba már tető alatt van, az eszközbeszerzés pedig most van folyamatban.